Magyarországon 1992 óta ünneplik a Semmelweis napot. Semmelweis az, aki munkásságával olyan példát mutatott, ami manapság is helytálló, manapság is bátran fel kell ránézni, és kellő példaként mutat utat a jelenből a jövő felé. Számunkra azért fontos Semmelweis nap megünneplése, hogy a munkatársaink, szakdolgozó kollégák, orvos kollégák, akik támogatják az egészségügyi ellátórendszer működését a portától kezdve egészen a műszaki, humán és egyéb területekkel együttesen, legalább ezen egy napon meg tudunk állni egy pillanatra, és meg tudjuk köszönni azt a sok-sok munkát, amit egész éven keresztül, hétvégét, éjszakát nem kímélet, az egészségügy érdekében töltenek. A díjazottak között vannak azok a munkatársak, akik elévülhetetlen, jövőbe mutató eredményeket értek el a munkásságaik kapcsán. Ilyen a Propaciente díj. Ebből hármat adunk át éves szinten, amit a klinikai központ tanácsa szavaz meg, és így ez alapján a valóban érdemesültek kaphatják meg ezt a díjat. Könnyeket csalt a szemembe. Nagyon jó érzés volt, pláne amikor egy ilyen nagy ünnepen, ami ugye az orvosoknak, az egészségügynek a legnagyobb ünnepe, elsőként szólítottak. Úgyhogy ez megható. Az utolsó pillanatig, a múlt évig, akkor fejeztem be, betegekkel foglalkoztam. Az, hogy a betegek jó érzéssel gondolnak rám. Ha összefutok régi betegeimmel, akkor olyan hálás szívvel emlegetik föl azokat az időket, amit együtt töltöttünk. Ugye én a gyógyításával, ő meg a gyógyítás reményével. Ez a díj, amit a kollégáim megszavaztak, az elnökség odaadott, ez nagyon nagy megtiszteltetés. Az én szakmámban, az én sebészetben a betegekért való odaadó munka, ami a legfontosabb, és ami lényeges az, hogy a modern lehetőségeket föl tudjuk használni a beteggyógyításban. Ezen dolgozom, és ezen dolgoztatok a klinikán mindenkivel, hogy a hagyományos érsebészeti eljárások mellett a kis megterhelésű beavatkozásoknak előnyt biztosítsunk, ehhez megszerezzük a financiális hátteret. Úgy gondolom, hogy egy díj az egy nagyobb löketet, az egy nagy nyomást ad a hétköznapok szempontjából, és nagyobb erővel, újult erővel, innovatívan tud a jövő felé fordulni, és végzi a következő időszak munkáját, példát mutatva másoknak, még hatékonyabban, még jobban szervezve a jelent, illetve a jövőt.